A kiskörösi LC utánpótlás csapatai közül az U12-es gárda az MLS regionális U12-es bajnokság délkeleti csoportjában szerepel. Az együttes május 28-án a bajnokság utolsó fordulójában hazai környezetben játszott az orosházi MTK ULE 1913 gárdájával. Ebben a bajnokságban 5x2 méteres kapura játszanak a csapatok csökkentett pályamérettel és 4x20 perces játékidővel. Srácok már tapasztaltak így a szezon vége felé, tehát már tudják, hogy ugye az így zajlik, hogy 4x20 perc van. Ilyenkor ugye fontos szabály, hogy mindenkinek játszani kell. Egyébként is ugye aki eljön, az nyilván megérdemeli a játékperceket. Hát nyilván az, hogy ki mennyi játékpercet tud kapni, az azon múlik, hogy éppen a adott héten, illetve abból, amit tanulunk, abból mit tud visszaadni. A kiskörösiek már az első negyedben 2-0-ra vezettek, amikor Agócs Lóránt két büntetőt is értékesített. A további játékrészekben is a kiskörösiek voltak fölényben, és sorra dolgozták ki a helyzeteket. A hazai csapatból még a későbbiekben Agócs Lóránt akciógólt is szerzett, és a kapuba talált Kotenc Olivér, Görög Áron, Takács Máté, valamint Kuti Olivér, amivel magabiztos 7-0 arányú győzelmet arattak a kiskörösiek. A mérkőzés eleje az nem úgy indult, hogy egyértelmű lesz, ennyire egyértelmű. Aztán kaptunk 2-11-est is, a második az lehet, hogy véleményes volt, az és sokat lendített rajtunk. Én azt gondolom, az első az egyértelműen az volt, de onnantól éreztem azt a srácokon, hogy megjött az önbizalom. A bajnokságban az eredményeket tabellán nem vezetik, hiszen a fő cél az, hogy az utánpótlás labdarúgók minél több meccs rutint szerezzenek. Ennek ellenére az edzők folyamatosan nézik azt, hogy a többi csapathoz képest milyen teljesítményt tudnak nyújtani. Bár az őszi szezon jobban sikerült a srácoknak, a fejlődés így is látszik a csapaton. Úgy gondolom, sokat fejlődtek a srácok. Ezt ugye a 4-3-1-es felállást tanultuk meg, hogy abban, hogy kell négy védővel futballozni, kihozni a labdát. Aztán most itt a tavaszi szezonnal már a 3-2-3-as játékrendszert is megtanultuk. Lehet, hogy egyébként, illetve nem lehet, ennek is van egy kis szerepe abban, hogy nem tudtunk annyi pontot szerezni, mert azért ez kicsit komplikáltabb játék. De úgy látom, hogy a szezon végére már ezt is elég jól elsajátították a srácok. Az utolsó mérkőzés 7-0-ás győzelme méltó lezárása volt az idei szezonnak.